Üdvözlök mindenkit. Hát a helyzetemet egyelőre nem tudom felvázolni, ugye csak 6 hete folyamatosan edzőtáborozunk. Úgyhogy hál' Istennek ez múlt héten vége lett. Vasárnapon, csütörtökön, hogy visszamegyek itt a válogatott meccs után, akkor ugye hétvégén mi is elkezdjük. Egyből egy rangadóval a CSK Moszkva ellen játszunk hazai pályán. Úgyhogy nagyon remélem, hogy sikerült ez a 6 hét alatt a kezdőből verekednem magam, úgyhogy így készülök, de hát ez még odébb van, úgyhogy minden rendben van, tényleg egy nagyon jó felkészülésen vagyok túl, jó erőben érzem magam, sérülések elkerültek, úgyhogy remélem, hogy tudom is ezt bizonyítani. A mai fél napról pedig abszolút jó érzéseim vannak, találkoztunk ugye mindenkivel, de hát nagyjából mindenkit ismerünk, ugye egy jó edzésen vagyunk túl, úgyhogy igazából túlragozni nagyon nem szeretném. Kapitány úrtól pedig azt kérdeznénk, hogy most több lehetőség lesz majd a légiósokkal is foglalkozni, összecsiszolódni. Mennyiben jelenthet majd elhangzottán korábban kérdés nekik a beindulásával ellentétben, illetve mekkora feladat lesz ez a már valamilyen szinten működő meglévő keretezőnek hozzárendelni? Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Én azt gondolom, hogy sokkal könnyebb a helyzetünk, hiszen egy bővebb kerettel itthon játszókkal tudtunk együtt dolgozni. És akik kintről jönnek, azt gondolom, hogy sokkal könnyebb egy olyan közegbe bejönni, akik 20-22-en tudják már, hogy mit gondolunk el, és könnyebben átveszik a légiósok is azokat a gyakorlatokat, amit meg szeretnénk itt valósítani a játékrendszerekbe. Nem sok ez az idő, amit velünk töltenek, de szeretnénk minden időt kihasználni arra, hogy minél előbb megértsék azokat a dolgokat, amit szeretnénk itt a játékrendszerekbe betenni. Kérlek, van kérdése. Valásra szeretném kérdezni. Selejtünk is azon sorsolásához, mint szólsz. Hát egyelőre még most örülök természetesen, hiszen végre nem egy olyan csoportba kerültünk, ahol igazából azt mondhatnánk, hogy az ellen a csapat ellen abszolút nincs esélyünk. Persze lehet mondani, vagy ahogy mondtuk is, hogy a hollandok nem talán egy benne majd meglepetés, de hál' Istennek ez most kerülünk ezeket a mondatokat. Nagyon mélyebben belevenni ezekben nem akarok, nem is szeretnék, még azt mondom, odébb vannak ezek, de természetesen örülök, mert én azt mondom, hogy velünk hasonló szinten, sőt azért mondhatom, hogy szerintem a csapatot, a miénket nyugodtan odavehetjük, hogy igenis reális esélyünk van mindenkivel felvenni a bizonyos harcot és felvenni a kesztyűt a továbbjutást illetően. Úgyhogy én azt mondom, hogy szerintem mindenki megverhet mindenkit. Lehetnek meglepetések idegenben és hazai pályán is, úgyhogy nagyon remélem, hogy az egyik meglepetés az az lesz, hogy végre kijutunk. Kapitány úr, lenne kérdésem, hogy maradók a kapcsolatban, már több fórumon elmondod a véleményedet. Három játékosra kapcsolatban szeretnének élni a Kocsmár, Varga József és a Németh Krisztián. Egy-egy mondatot, hogy miért nem kaptak most meg kívül. Én nem tudom, hogy biztos, hogy jó megnézte a válogatott keretet? Mert a Varga József az itt van. Bocsánat, akkor és ki volt a másik kettő? Kocsmár és a Németh Krisztián. A Kocsmár az sérülés véget nem jött el, hiszen kapott egy rúgást, amikor aláfordult összem a jól tudom a bokája, és ott sérültek a szallagok. Kihagyott két mérkőzést is, és most kezdett el a csapattal edzeni, úgyhogy úgy ítéltük meg, beszéltünk is vele, hogy szerintem az a jó, hogyha most a klubjával készül, és a legközelebbi alkalomra pedig, ha olyan teljesítményt nyújt, ugyanúgy, mint mást, akkor szeretettel várjuk. És a Németh Krisztián? A Németh Krisztiánt azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy 5 hetet pihent. Én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy szerencsés most behívni őt a keretbe. Illetve vannak olyan játékosok, akiket meg szeretnénk nézni azon a poszton, akik idáig nem kaptak még lehetőséget. Köszönöm. Ki a kérdése még? Kapitánytól szeretném kérdezni is. Mondta Balázs is, hogy messze van még a selejtező, de mennyire lehet árulkodó a szerdai kezdőcsapat arra vonatkozóan, hogy kik játszanak a selejtezőkben? Ez egy felkészülési mérkőzés. Meg kell néznünk, hogy hol tart a csapat. Meg kell adni minden olyan játékosnak a lehetőséget, aki idáig kevesebbet kapott, hogy ez mennyi lesz.
az majd kiderül, hiszen szeretnénk azokat a játékosokat is betenni, pláne akiket itthon láttunk játszani a bajnoki mérkőzéseken, illetve akik kint játszanak is. Tudjuk, hogy megy a bajnokság, megpróbáljuk a legjobb formában lévő játékosokat pályára küldeni, hogy ők meg tudják magukat mutatni, hogy mire képesek, és szeretném, hogy ezek a felkészülési mérkőzések megmutatnák, hogy kinek mekkora a teherbíró képessége minden téren. Ma megjelent a 4 ellenfél is le van megkötve válogatott mérkőzés. Mindegyik hazai pályán lesz, ezt divatosan alakítottátok így, hogy hazai közönség előtt tudjanak felkészülni, vagy szervezés szempontjából könnyebb volt? Nem. Szerettünk volna idegenbe is elmenni, de olyan helyre tudtunk volna elmenni, ahol nem akartam kitenni a csapatot annak, hogy egy hosszú utazás, hiszen május közepén tér vége a bajnokságnak, a külföldön játszóknak. Én szerettem volna, hogyha minél több időt együtt vagyunk, és minél több időt ki tudunk használni arra, hogy az akik kint játszanak külföldön, azok kevesebbet tudnak velünk tölteni ezeken az összetartásokon, és szeretnék minden napot arra kihasználni, hogy minél többet tudjunk gyakorolni, minél többet tudjuk azokat a dolgokat ismételni, amik itt a finn mérkőzésen is kijönnek, illetve amit a rendszerek megkívánnak. A kapitány úrtól kérdezném, hogy elhangzott, hogy ez felkészülési mérkőzés elsősorban, úgymond a kísérletezés a fontos. Fontos-e az eredmény, illetve hogy hogyan készül a hétköznapokban Péter Attila, hiszen mondjuk ismerős lehet majd a kispad, de hát azért kapitányként gondolom másképp lesz leülni Győrben, ideges egy ilyen találkozó előtt. Soha nem szoktunk kísérletezni. Megpróbáljuk a legjobb csapatot úgymond felküldeni. Még egyszer mondom, meg szeretnénk nézni olyan játékosokat, akik kevesebb lehetőséghez jutottak, ha olyan formában vannak. Én hozzáteszem még egyszer, hogy minden mérkőzést, ahol a magyar válogatott pályára lép, azt meg szeretnénk nyerni. De azt mindenféleképp elvárom a játékosoktól, és azt gondolom, hogy alapkövetelmény, hogy emelt fővel tudjunk lejönni a pályáról. Minél nagyobb alázattal játszanak a játékosok, ezt elvárom már most a finn mérkőzésen is, hiszen azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy a nemzet szurkoló tábora, amit adott a csapatnak, hogy mikor tudjuk ezt visszaadni. Hozzáteszem azt is, hogy biztos, hogy lesznek hibáink, hiszen még egyszer mondom, ugye két napot tudunk a kintről jövő játékosokkal együtt tölteni, de most kell, hogy minél jobban is mindenki, beleértve önöket is, a csapat mellé álljanak, és ne az legyen, mint jó magyar szokás szerint, hogy legyen bármi is az eredmény, az első dolognál fogják és belerugdosnak az emberekbe. Nagyon kérek mindenkit, ennek a csapatnak szüksége van a támogatottságra, szüksége van, és felejtsük el azt a jó magyar szokást, amit szoktunk, hogy alig várjuk, van itt olyan sajtó, aki majd megírta már egy héttel ezelőtt, hogy csütörtökön majd meglátjuk. Én nagyon bízom benne, hogy mindenkinek örömet tudunk szerezni, és csütörtökön ők fogják meglátni. És másként készül a debütálásra kapitányként, ideges elmiatt, milyen érzések a maradunk benne? Ugyanez is egy feladat, amit meg kell tudni oldani. Én azt gondolom, hogy nem idegesnek kell lenni. Én nekem nem az a feladatom, hogy ideges legyek, hanem megpróbáljuk minden téren segíteni a játékosoknak és a csapatnak. Köszönöm szépen. A begyakorolt dolgokból mit szeretne elsősorban visszalátni szerdán? Én azt gondolom, hogy arról is beszélni kell, hogy ez a finn válogatott ugye nem nyert mindig. 2,5 éve együtt van, ugyanaz a szövetség kapitányuk. Ugye ellenünk cseréltek szövetség kapitányt, és azóta együtt vannak. Meg kell nézni, hogy ezzel a tudatos dologgal, hova jutottak, Spanyolországba döntetlent játszottak, franciáktól kaptak egyedül 1-3-ost, illetve Mexikóba kaptak ki 4-2-re. De ez a válogatott egy egységes, nagyon jó válogatott. Szeretnénk minél többet visszakapni abból, amit gyakoroltunk, attól függ, hogy mennyi olyan játékos jön be ebbe a kezdőcsapatba, akik kintről jöttek, de ővelük is próbáljuk ez a 2-3 nap alatt azokat a dolgokat kérni, edzésen legyakorolva, amit elvárhatunk, de azt kell, hogy mondjam, hogy én nagyon bízom a játékosokban, hiszen pozitívan állnak nagyon hozzá, és erre mondom azt, hogy ez egy felkészülési mérkőzés, meg kell nézni azt,
hogy melyik játékos hogy bírja el a terhet, hogy tudja azokat a dolgokat megvalósítani élesben, amit edzésen azt gondolom, hogy maximálisan és nagyon nagy pozitív gondolkodással tesznek. Ezt mind a mérkőzések fogják eldönteni, hiszen nekünk nagyon fontosak a felkészülési mérkőzéseink. Nagyon fontosak azok, hogy ezeket megnyerjük. De azt gondolom, hogy nekünk szeptemberre kell olyan erős csapattá válni, hogy ott nem hiszem, hogy lehet értékes pontokat veszteni, hiszen az végzetes lehet. Inkább veszítsünk most, és jöjjenek ki azok a hibák, amik benne vannak a válogatottban, hogy azt legyen időnk kijavítani, pláne itt a május 21-én játszunk, ugye akkor több időt fogunk tudni együtt lenni a légiósokkal, és június 7-én bezárul. Tehát ott az idő meg lesz arra, hogy lássuk, hogy hol tartunk, mik azok a dolgok, amin javítanunk kell. Tiszteltem, az utóbbi ilyen összetartáson a sajtótájékoztatóban azt mondta, hogy figyeli a játékosokat, ligakovalencseken is figyelte a válogatott játékosait, és valakinél látta azokat a mozgásokat, amiket gyakorolnak, valakinél kevésbé. Ez mit jelent pontosan, hogy klubcsapatokban is ezeket kell, vagy ezt én nem értettem pontosan, hogy mi van, hogy ott az edző mást kért. Szóval ezt tisztában tenni nekünk egy picit? Nem ördöngés játék a labdarúgás, én azt gondolom, az alapjátékban az alapmozgások megvannak. A mindegyik rendszerben ugye az alapmozgások megvannak. Most ehhez azt gondolom, hogy kevés lenne az egy-két perc, amit én el tudok mondani. Hiányoltam, beszéltem is játékosokkal, hogy hiányolom azt, pláne azt, amit itt a válogatott összetartásokon próbálunk csiszolni, hogy ez minél jobban menjen, és a saját csapatában, amikor abban a rendszerben játszik, ott is megkívánja ugyanezt a mozgást, és nem hagyja végre. Úgyhogy ezeket a dolgokra felhívtam figyelmet, és elmondtam, hogy ide azok tudnak bejönni, akik ezeket a dolgokat, ezeket az alap dolgokat, amit pláne le is gyakorlunk, hogy azt ha megteszik. Hiszen nem csak edzésen kell megtenni, hanem élesben. Erről beszélek, hogy kiderülnek ezeken a mérkőzéseken, a finn, illetve a másik három mérkőzésen, hogy ki meri. Ki mer bátran, ki meri, és kinek fogja fel az agya, hogy mit kérünk. Balázs, jól számolom, már 27 éves vagy a csapat vezéregyenységei legtapasztaltabb játékosai közé tartozom. Mennyire érzed, hogy neked kell húzzon ezt a csapatot, és mennyire érzed, hogy a közvélemény ezt tőled várja? Ez egy jó dolog. Többször is elmondtam már, hál' Istennek azért voltak olyan időszakok, amikor átestem ezen a holtponton, úgymond. Ugyanúgy saját magamban is tisztában kell, hogy legyek, hogy igenis mi a feladatom egy-egy csapatban, mi volt eddig is, és most is úgy jövök, hogy nagyon remélem, hogy meg lesz az a kellő bizalom, hogy igenis érezhessem ezt, és igenis ki tudjak teljesedni. Úgyhogy abszolút jó érzésekkel vagyok, tényleg látom mindenkinek a törekvést, úgyhogy természetesen nagyon könnyű beilleszkedni ebbe a sorba, hiszen jelen pillanatban, hál' Istennek, mindenki egyfelé húz, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez így lesz, és természetesen az külön öröm, büszkeség, megtiszteltetés lenne, hogyha ennek a sornak az elején kellene lennem, meg szeretnék is természetesen ott lenni, úgyhogy így szeretnék dolgozni.